Neki hajtott egy autó a német kancellári hivatal főkapujának. A rendőrség nagy erőkkel érkezett ki az egyébként is védett épülethez, az elkövetőt elfogták. Egyelőre vizsgálják, hogy politikai indítékból követte el a tettét, illetve hogy vannak-e mentális problémái. A német kormány egyébként éppen azt tárgyaltat, hogy tovább szigorítsák a járvány miatt bevezetett intézkedéseket. Ez a Volkswagen kombi hajtott bele délelőtt a berlini kancellári hivatal főkapujába. Ezeken a felvételeken jól látszik, hogy az autó oldalára szlogeneket írtak. Például azt, hogy átkozott gyerek és öreggyilkosok, aztán azt, hogy le a globalizációs politikával. A gépkocsi nem okozott jelentős károkat, a rendőrség azonban nagy erőkkel érkezett ki az egyébként is rendkívül védett helyszínre. A sofőrt elfogták. Nagyon lassan ment, ezért csak kisebb károk keletkeztek a kapuban és az autóban. A kancellári hivatalban tartózkodó emberek, köztük a kancellár, végig biztonságban voltak, egyikük sem volt veszélyben, mondta a berlini rendőrségi szóvivő, aki arról is beszámolt, hogy egyelőre vizsgálják, volt-e valamilyen mentális problémája az 54 éves elkövetőnek. Az interneten elterjedt a hír, hogy a férfi szimbolikus tettet akart végrehajtani, vagy egyszerűen csak magára akarta vonni a figyelmet, de a rendőrség erre csak annyit mondott, az elkövető motívumait is vizsgálják. 6 évvel ezelőtt egyébként ugyanezzel a gépkocsival, ugyancsak a kancellári hivatalnak hajtott neki, valószínűleg ugyanez a férfi. Akkor az autó egyik oldalán a klímaváltozás ellen protestált a felirattal, a másikon pedig szerelmet vallott egy bizonyos Nicole-nak. A német kormány egyébként éppen arról tárgyalt, hogy tovább szigorítsák-e a járvány miatt elrendelt korlátozásokat az ünnep közelettével. Németországban minden eddiginél több, 410 ember halt meg egy nap alatt a COVID-19-el összefüggésben, a fertőzöttek száma pedig már meghaladta a 960 ezret. Berlinben egyébként az elmúlt időszakban tiltakozásul a korlátozások ellen több tüntetést is tartottak, amelyeken neonácik és összeesküvés elméletek hívei is nagy számban vonultak fel.